Vagyunk a Fonó Budai Zeneházban, és 2006-ban alakult a Cimbali Band, és azóta tulajdonképpen a Fonó Budai Zeneház az, aki is tápol minket, koncerteket szervez nekünk, lemezeinket kiadja. Úgyhogy elég sokat köszönhetünk nekik, és tulajdonképpen első nagyobb budapesti lemezbemutatónk itt a Góré lemezünkkel kapcsolatban. Ezt fogjuk a mai estén bemutatni. Mindig tematikus lemezeket csináltunk az utóbbi években, viszont most szerettünk volna egy olyan lemezt is csinálni, amin azt játszunk, amit igazából mondjuk egy partiban is zenélnénk, és amit szeretünk. És így lett ez a balkáni egyveleg, kicsit magyar népzenés egyveleg, kicsit cigányos, kicsit jazzes, minden van benne, és minden vegyül benne, amit amúgy is játszanánk, és ebből lett egy ilyen nagyon érdekes, színes egyveleg. Két éve van egy saját kis házi stúdióm, és hát pont két évvel ezelőtt, ahogy készen lett a házi stúdió, akkor kezdtük meg az ötletelést. A szövegeket én írom, meg hát a zenéket is nagyrészt én írtam, de Máténak rengeteg saját ötlete van benne, meg amiben még nagyon sokat hozzá tud tenni a sajátos improvizációs technikája így hegedűn. Ha meghallja az ember azt, amit játszol, akkor rögtön azt mondják rá, hogy ez Solymosi Máté. Hát lehet jó is, vagy lehet pont az, hogy ez Solymosi. Hát jó, de én most például a büfében John Coltrane-t ismertem föl, úgyhogy máskor majd Solymosi Mátét fogják így. De más figyeltél, miért tettél velem? Amikor kezdtük tervezgetni a lemezt, akkor jött be a ChatGPT, ez a mesterséges intelligencia, és beírjuk, hogy Cimbali Band, mit mond róla a ChatGPT, mennyire ismeri. És akkor hát ilyen kellemesen hízelgően kezdődött, hogy hát a Cimbali Band Magyarország egyik legnevesebb cimbalmos világzenét játszó csapata, nagyon híresek, a vezetőjük Balogh Kálmán. Akkor már kicsit ugye engem Unger Balázsnak hívnak, nem Balogh Kálmánnak, bár a tanáromat Balogh Kálmánnak hívták. Utána megkérdeztük, hogy mi a leghíresebb dala a Cimbali Bandnek, mondom, hát hogyha esetleg ezt is tudja, a ChatGPT mondta, hogy tudja, a Csípős című dal az a leghíresebb. Hát kicsit elgondolkodtam, mert nincs ilyen dalunk, hogy Csípős, vagy hát akkor még nem volt ilyen dalunk, és akkor jött az elhatározás, hogy ha a ChatGPT ezt írja, akkor meg kell csinálnunk a Csípős című dalt, hogy tényleg igaza legyen a mesterséges intelligenciának, mert hogy ő még a szövegét is tudta a dalnak, ami nem létezett természetesen, ilyen elég érdekes, ilyen amorf, rímtelen szöveget kiírt, de ezzel kiragadtam belőle pár nem sort, inkább csak ilyen szavakat, a piros paprika, piros arany, ilyeneket írt benne, csípős, meg stb. A tipikus ilyen magyar életérzés, és akkor erre a lemezre megalkottuk a Csípős című dalt, biztos, amit uti. Nyomtuk a nyarat, egész jó, idén már az olyan 70x-edik koncertünk, úgyhogy nem olyan rossz a szezon. Ami a legjobb, hogy nagyon várjuk a nyarat, mert meghívást kaptunk a világkiállításra Oszakába. Úgyhogy Japánba megyünk majd. Sokat kell azon dolgozni, mert én vagyok egyben a zenekar menedzsere is, hogy jól kijöjjenek ezek a koncertek és legyen meghívás. De én hiszek abban, hogy amíg ezt így tudjuk csinálni, akkor ezáltal örömet okozunk magunknak, mert legjobban azért zenélni szeretünk.